Már harmadszorra találkoznak, de csupán először játszik egymás ellen ebben a bajnokságban. Úgy az Újpest és a Haladás, hogy valamelyik csapat saját stadionjában futballoznak majd, hiszen korábban a Fáy utcában, illetőleg Sopronban mérkőztek meg a felek. Az újpestieknek mindenféleképpen pontokat vagy pontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy ne kelljen számolgatniuk, és biztosan ettől a mérkőzéstől függetlenül és az utolsó fordulótól függetlenül bent maradjon az NB1-ben a hazaiak csapata. De nézzük először a vendégek összeállítását, akik biztosan a következő szezont is az NB1-ben töltik majd. Szokásos 3-5-2-es felállásban kezdenek. Az előző találkozóhoz képest azonban változás, hogy visszakerült a csapatba a házi gólkirály, a 9 találatos ausztrál David Williams, 11-esen láthatjuk majd legelől, leghátul pedig a mezőny legidősebb, de hogyha úgy tetszik, akkor legrutinosabb tagja, a 41 esztendős Király Gábor védi majd a Haladás kapuját. Az Újpest még nem győzött a felújított Szusza Ferenc stadionban, és legutóbbi 3 mérkőzésén egyaránt vereséget szenvedett. Ráadásul Diárát kiállították a Videóton ellen, 5 meccses eltiltása miatt őt 5-össel Cseke Benjamin pótolja majd a középpálya közepén. A hazai a kapusa Balajca Szabolcs pedig 7 mérkőzés után védi ismét a lilafehérek kapuját, és a mai lesz pályafutása 300. találkozója az újpestiek színeiben. Ja, azt mondta Király Gábor, hogy az is a hosszabbítás mellett szólt az ő esetében, hogy az új stadionban mindenféleképpen szeretne még pályára lépni. Ha már az új stadion, hogyha valaki böngészi mondjuk a Szombathelyi Haladás együttesének a honlapját, akkor ott láthat képeket ezzel kapcsolatban. Williams fejel és Balajca véd. Egyelőre nincs nagy foci kialakulóban, mint a 8. perc elején. Labdát pedig nagyjából azonos százalékban birtokolták eddig az együttesek. Hazard indítja Andricsot. Méghozzá nem is rosszul, Andrics a 16-oson belül, Andrics lövi el, oldalháló. Így nincs még kaput eltaláló lövése az újpestieknek, de egy nem rossz kontrát követően Andrics lövéssel fejezték be az akciót a hazaiak. Andrics üldözi Wilson, Andrics labdát szerez, Andrics lövi el, Király véd! Na ez már eltalálta a vendégek kapuját. Andrics tulajdonképpen harmadik próbálkozása, megint csak ballal. Néhány perccel korábban az oldalhálót találta el, most olyan 18 méterről Király bravúrjára volt szükség. Befért volna az a jobb felsőbe. Harmadik újpesti szöglet ezúttal kicsiben, balok kapja vissza a jobb lábbal beközépre, és a fejes megint Király véd! Moll fejelt a hosszú oldalon, de nem szabadult még föl az új a Haladás kapuja, csak most köszönhetően Hazard próbálkozásának. Bárdi a 16-oson belül, beteszi középre, lesz lövés, és van gól is most már! A 21. percben Balogh Balázs találatával vezet az Újpest. Nem lehet azt mondani, hogy nem érett már ez a találat, hiszen az elmúlt percekben kétszer is közel állt a vezetéshez a hazaiak együttese, és ezúttal már Király Gábor sem tudott hárítani. Bárdit kell dicsérni, beteszi középre, Balogh pedig nem lövi el egyből, hanem visszateszi a jobbik, nevezetesen a bal lábára, és aztán közelről, olyan 8 méterről kilövi a jobb alsó sarkot. Örülhetnek a hazaiak. Kis Bence. Kovács lopózik, és felé is megy a labda, de jön Balajca. Szépen öklözött. Erről bizony lemaradtak a védők. Wills teszi tovább. Most nekivel Rácz. Vissza középre. Williams kapásból Balajca szépen. Lehet, hogy mellé ment volna, Balajca minden esetre biztosra ment. És szépen a levegőben úszva kiszedte a jobb alsóból. Rácz teszi vissza, Williamsnek nem a legjobban jött a labda, de ez egy tökéletes mozdulat. Andrics, valamelyest lassult most az akció. Andrics beközépre, Balogh le tudja venni, visszatett labda, belelépnek, ott a helyzet, Bárdi lövi az égbe. Tóth, jó a levétele. Tóth beközépre, elesik egy Haladás játékos és egy újpesti is. Büntető! Úgyhogy a 70. percben 11-eshez jut a Szombathelyi Haladás csapata.
Hát ez nagyon érdekes eset. Les nincsen, az biztos. És valóban Szűcs elüti Halmosit, aki aztán persze egyből reklamál, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy joggal, hiszen Szűcs nem ért a labdához, csak Halmosihoz. Williams egyenlíthet. Meg is teszi. A 71. percben David Williams szezonbeli 10. találatával egyenlít a haladás. Williams nagyon magabiztos ítélet végrehajtó volt. Palajca jobbra repült. Ezzel mehet Windecker. Nem tudják elsodorni sem, Windecker. Lassan lövőhelyzet, Windecker lövi el kapu mellé éppen csak. Nem hagyta, hogy lerántsák őt. Ez mindenféleképp pozitívum volt. Néhány centiméter tévedett csupán Windecker. Király pedig nem ért hozzá. Mivel még egyszer az előző Windecker lövés. Öten a sorfalban, 86. perc. Bárdi a labda mögött. Bárdi a rövidre, gól! A 86. percben Bárdi 12. találatával megint vezet az Újpest. Király Gábor borzasztó dühös, hiszen a sorfal fölött, vagy éppen között jött el ez a labda. Na nézzük csak, ott volt egy újpesti is. Igen, szétnyílt a sorfal, ahogy fölugrottak a haladás játékosok, ezt mutatta Halmosi is. Ott volt a rés a pajzson, és ezt használta ki Bárdi rendkívül szempülesen. Innen láthatjuk talán igazán, igen. Halmosiék mellett még Engedi Erdős. Nyilván a csere miatt még hosszabbít egy kicsit, de csupán ennyit. Az Újpest a 7. mérkőzésén az első győzelmét aratja az új Szuszafenes stadionban. A 85.-86. percben szerzett Bárdi szabadrugás gólnak köszönhetően 2-1-re nyer a haladás ellen, és ezzel biztos, hogy a lilafehér csapat jövőre is az NB1-ben szerepel, majd a többi eredménytől függetlenül, tehát.